mint a Pécsi Tudományegyetem rektora. Üdvözlöm Önöket a Pluszosok Egyetemén. Tudjuk jól, hogy az életkor és a biológiai kor az nem feltétlenül ugyanaz. Ha a gyorsan múló időhöz alkalmazkodni szeretnénk, akkor lépést kell tartanunk azokkal a kihívásokkal, amelyeket a környezetünk számunkra teremt. Az utóbbi évtizedekben rendkívüli mértékben felgyorsult a digitalizáció és az ezzel kapcsolatos technológiai fejlesztés, és hát bizony olyan kihívások is történtek, mint amilyet például a COVID vírus által okozott pandémia jelent. Tudjuk azt is, hogy az éghajlatváltozás az lassan, de biztosan halad előre, és hogy nagyon komoly intézkedéseket tesznek országok feletti szervezetek ennek a megakadályozására. És hát számos kihívás ér minket azokból az országokból, ahol az életszínvonal nagyon alacsony, a népesség viszont gyorsan növekszik, és ez a népesség Európa irányába törekszik. Ezek azok a főbb érdekes kérdések, amelyekkel az egyetemünk első szekciójában foglalkozni szeretnénk. Természetesen mindenre nem tudunk választ adni, de én azt gondolom, hogy magukat kiválasztott témák és a kitűnő előadók garanciát jelentenek arra, hogy mindenki jól érezze magát, és mindenki tudásban gyarapodva fejezze be ezt az egyetemi kurzust. Természetesen a COVID-járvány miatt ezt a kurzust most webinár formájában fogjuk megtartani, de erősen bízunk abban, hogy a jövőben majd személyes találkozásra is sor kerülhet. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó tanulást, és azt is, hogy legyetek társaink, támogassátok az egyetemet. Köszönöm szépen! Köszöntöm Önöket a Pécsi Tudományegyetem Pluszosok Egyeteme rendezvénysorozatán. Egyetemünk ezt a szabad egyetemet online formában tartja, hiszen látják a járványügyi helyzetre való tekintettel, maszkot viselünk a stúdióban is, és ez az online forma lehetővé teszi azt, hogy a világ bármelyik pontjáról elérhetők legyünk. Nagy örömünkre szolgál, és nem kis meglepetésre, az Önök megtisztelő érdeklődése, hiszen több mint 300-an csatlakoztak adásunkhoz. A mai napon dr. Révész György címzetes egyetemi tanár fog előadást tartani, mégpedig a lélek harmóniája út az eredményes időskorhoz. Professzor úr egyetemünk megbecsült oktatója, a bölcsészkar pszichológusa, azonban emellett oktat a jogi karon, az egészségtudományi karon, a művészeti karon is, mint egy 5 könyvet szerkesztett, több mint 37 könyvfejezetet írt, ezen kívül elismerő okleveleket is kapott, mint oktató, tehetséggondozó, 2013-ban mestertanár, aranydíjban részesült, és az idősödő kor okozta problémákat nyilván ő majd föl fogja tárni Önöknek, és akkor én most professzor urat magára is hagyom, még annyit mielőtt kimennék, hogy elmondom, én Ertl Tibor vagyok, az Általános Orvostudományi Kar emeritus professzora, és ebben a webinár sorozatban én leszek az Önök házigazdája. Professzor úr, kérlek 45 percben tartsd meg az előadásodat, Önöket pedig arra kérem, hogyha kérdéseik vannak, a beszélgető szobában bármikor föltehetik, és az előadás végén mintegy 15 percet szeretnénk arra szentelni, hogy a válaszokat megadjuk. Köszönöm szépen. Professzor úr, parancsolj! Köszönöm szépen a szót. Tekintettel arra, hogy a kommunikáció tetemes része nem a verbális csatornán történik, így ha megengedik, most, hogy egyedül vagyok, leveszem a maszkot. Professzor úr említette az előadás címét, a lélek harmóniája út az eredményes időskorhoz, és hát, mint látják rajtam, érintett is vagyok ebben a korban. A téma két szempontból is nagyon izgalmas, szakmai szempontból nagyon érdekes, másik pedig az, hogy az ember saját maga is megélheti mindazt, ami esetleges probléma, de én nem igazából a problémákról szeretnék beszélni, hanem sokkal inkább arról, hogy hogyan és mi módon tudjuk mindazt a lehetőséget
megtalálni, és a magunk számára kimunkálni, ami egy eredményes öregedéshez vezet. Tehát ilyenokból, bocsánat, nem fogok én beszélni egy csomó olyan dologról, ami ilyen közhelyes, hogy öreg kutyát nem lehet új mutatványokra megtanítani. Ha arra ébredsz, hogy nem fáj semmit, akkor tulajdonképpen már meghaltál. De nem fogok beszélni arról sem, hogy nagy követő vizsgálatok igazolták azt elmúlt évtizedekben, hogy az életkor előrehaladtával bizonyos kognitív, tehát értelmi képességek óhatatlanul csökkennek. Valamit azért az első ábrán szeretnék mutatni, mégpedig amikor azt mondjuk, hogy az 50 pluszos, akkor pontosan az első ábrán itt a bal oldalon látjuk, hogy jé, milyen érdekes, hát itt nem is csökkenés van az egyik teljesítményben, hanem valamiféle emelkedés. A másik, a jobb oldali ábrán látjuk, kicsit kiegyenlítettebb ez a kép, ami a 17 éves követéses vizsgálatnak az eredménye, ami azért és az egyes teljesítményeknek ugyanaz együttfutása mellett is van talán némi kiegyenlítettsége, vagy kiegyensúlyozottsága, utal arra, amit én nagyon fontos dolognak tartok, hogy kétségkívül igaz lehet az, hogy az életkor előrehaladtával csökkennek a teljesítményeink, ha hagyjuk. Mert hogy az is igaz, és erről sem szeretnék sokat szólni, hogy azok a kéreg alatti területek, amelyek részt vesznek ezekben az értelmi funkciókban, képességekben, kétségkívül mutatnak sejtvesztést, tehát ezek az úgynevezett volumetriai változások is mutatják azt, hogy igen, amennyiben, és ez egy fő mondani valója lesz az én előadásomnak, hogy amennyiben aktívak maradunk mentálisan és fizikailag, akkor kétségkívül jelentősen meghosszabbíthatjuk azt az időt, ami a teljesítmény magasabb szintjét jeleníti meg. Arról sem szeretnék itt beszélni, és ez az utolsó ilyen ábra, főleg a hajlékony intelligencia kapcsán, ott is látjuk, hogy igen, életkor előhaladtával csökkenések vannak, de van egy másik nagyon fontos összetevője az ember intelligenciájának, amit a rögzült intelligenciának nevezünk, ott pedig azt lehet látni, hogy az életkor előrehaladtával a teljesítmények inkább nőnek. Vagyis minden arról szól, hogyha használjuk az agyunkat, használjuk a mentális képességeinket, akkor hosszabb ideig vagyunk képesek megőrizni ezeket a teljesítményeket. Érdemes talán azzal folytatni, hogy ugye az a fő cím, hogy 50 plusz, aztán pedig, hogy nem a 20 éveseké a világ. De hát hányféle életkorunk van? Azon is érdemes elgondolkodni, mert evidens, hogy létezik egy biológiai kor. Megnézzük, hogy a személyigazolvány adatához képest mennyi idős lehet az illető személy. Van azonban egy olyan összetevője is, hogy hány évesnek érzi magát, aztán hány évesnek néz ki. Nem is beszélve arról, hogy az aktivitását a hasonló életkorú személyekkel összehasonlítva, és az érdeklődése ez utóbbi, ez főleg a hobbikra vonatkozik, alkotásokra. Amikor azt mondjuk, hogy hány évesnek néz ki, akkor szeretnék arra a közös tapasztalatunkra utalni, hogy amikor elmegyünk mondjuk a 30 éves érettségi találkozóra, vagy későbbire, akkor azért azt hiszem, hogy van olyan élményünk mindannyiunknak, hogy te jó ég, mekkora különbség van azonos biológiai korú személyek között. Általában azért a lányok mindig fiatalabbaknak néznek ki, mint mi. És lehet, hogy ennek valami olyan összefüggése van, hogy az észlelt kor és a kronológiai életkor a nemi különbségek szintjén is mutatja azt, hogy sokkal szorosabb együttjárás, korreláció van a kognitív, tehát az értelmi funkciók és az észlelt kor között, mint a kognitív funkciók és a kronológiai, vagyis a biológiai kor között. Mindez arra utal, hogy elég széles az a sáv, ami egy adott biológiai koron túl valamelyest meghatározza nekünk azt a lehetőséget, ami a képességeinknek a további alkalmasinti fejlesztését teszik lehetővé. Háttérként, és tulajdonképpen lehet ez is az egyik következő indoka az előadás sorozatnak, hogy tudjuk nagyon jól, hogy a 20. század közepe óta az emberek átlagosan 20 évvel tovább élnek. Ez azt is jelenti, hogy olyan új fogalmak jelennek meg, ami korábbi fejlődés lélektanban sem volt ismert,
Például az 50 és 60 év közötti, amit ma úgy hívunk leginkább, hogy az áthajlás kora, hogy az idősödés is kitolódik, és hova tovább, már a 100 év felett fogjuk majd matuzsálemi kornak hívni azt a szerencsés hát, polgártársunkat, aki ezt képes lesz megérni. Az is igaz viszont, és erre utal a piros felkiáltójel, hogy kétségkívül ez az emberiség gondjait is majd megjeleníti. Nekünk sokat lehet és kell tenni azért, hogy ezek a gondok minél kisebb arányban jelenjenek meg. Az öregedési index sem túl jó ma Magyarországon, mindahogyan arról is lehetne szót ejteni, nem is keveset, hogy a demográfiai háttér, az úgynevezett korfa hogyan alakul így jelenleg. Ugye látunk rajta két udodorodást. Az egyik ugye az tulajdonképpen éppen ezeknek a 60-70 éveseknek a világa, kora, csoportja. Ugye mi vagyunk az úgynevezett ratkó gyerekek, erre sokan emlékeznek még történelmi ismereteik okából, vagy megélik. Alatta ott van ennek a korosztálynak a gyerekeinek a életkori csoportja, ez a 35-39 évesek, és bizony alatta elég kicsi még az a gyakoriság, ugye ott kellene lenni megint legalább olyan gyerek létszámnak, mint amennyi mondjuk nekünk volt annak idején a ratkó gyerekek világában. Az emberi életút, hogyha egy hagyományos görbét hozunk ide, és azt írtam oda, hogy erősen hagyományos, ugye az arról szól, hogy a felívelés kora, a kibontakozás kora, és ilyen 40-50 év korán már elkezdődik a visszavonulás. Egyre kevésbé gondoljuk ezt ma így, hogy 40-50 éves korban a visszavonulás elkezdődik, arról nem is beszélve, hogy mondjuk az én szüleim idejében még a nyugdíjkorhatár az ugye 55 év volt, aztán lett 62, én már 65 éves korban mentem nyugdíjba, tehát hogy az aktív élettartam jelentős mértékig kitolódik. Ez jelent sok szakma számára is fontos kihívást. A mi szakmánkban, a pszichológiában, az emberi életút új felfogásában azt jelenti, hogy az időskor új és életkor specifikus feladataira sokkal nagyobb hangsúlyt fordítsunk. Igaz, és tudjuk azt nagyon jól, hogy minden életkori szakasznak megvan a maga úgynevezett életkor specifikus feladata. Mi most ebben a mai előadásban természetesen az időskor életspecifikus, életkor specifikus feladatairól beszélünk. Ezek azok a kérdések, amelyek rendre erőkerülnek, akár akkor is, amikor csak így magunk lelki világában próbálunk így eligazodni, és élményeinket vesszük számba, akár naponta, akár így alkalmasint, hogy hol tartunk most, vagy hova tartunk. Melyek azok az új feladatok, amelyeket meg kell oldanunk? Ezek igazából feladatok, vagy lehetőségek, vagy mind a kettő feladat és lehetőség is. Aztán, hogy mi teheti értelmesebbé az életünket? Hogyan tudunk a magunk számára tartalmasabb életet biztosítani, és nem utolsó sorban megjelennek azok az ötletek, vágyak, fantáziák, hogy tényleg azt teszem-e, amire rendeltettem, vagy való igaz, hogy ezt kell csináljam még hát a levő életemben? Ma délelőtt, amikor a Kossuth Rádióban elhangzott ennek az előadás sorozatnak a bevezetése, már akkor több hallgató jelezte és kérdezte, hogy vajon érdemes-e neki 50-60 éves korában beülni az egyetem padjaiba, és hát egy neves miskolci színész említette is, hogy ő is beült, és bizony, és nem azért elsősorban, mert hogy ő most diplomát akar kapni, nyilván az is egy lényeges dolog, hanem az, hogy újra értelmes és rendszeres feladata van. Arról mondjuk nem is beszélve, hogy amikor az ember esetleg egy idősebb korába beül, fiatalabbak közé, talán egy kicsit ő is meg fog fiatalodni. A kérdés tehát, hogy érdemes-e, arra egyértelműen azt tudjuk mondani, hogy igen, feltétlenül érdemes, már csak azért is, hogy értelmes feladattal töltsük ki az időnket, és hogy ne csak kitöltsük az időnket, hanem az önmegvalósításunkban ez egy fontos szerepet kapjon. A mottónk ugye mindazokkal a kicsit ilyen lesajnáló, a mi szerepünket kevésbé értelmező
szokásos meghatározásokon túlmutat, hogy ma inkább azt gondoljuk, hogy az öregedés az az egyénnek egyfajta tanító mestere. Egyensúly és a változásokkal való együttműködés megteremtésének támogatója. Mégpedig korspecifikus. Olyannyira korspecifikus, hogy itt szeretnék utalni egy nagyon híres személyiség lélektanászra, Erik Homburger Erikssonra. Ugye őt onnan ismerjük, hogy ő vezette be személyiség lélektanban az identitás fogalmát és jelentését arra a kérdésre, hogy ki is vagyok, mi is vagyok én a világban. Ő azt mondja ebben a líraian gyönyörű meghatározásában, hogy az identitás az a nyilvánvaló érzés, hogy saját testünkben otthon vagyunk, tudjuk hova tartunk, és belül bizonyosak vagyunk azok elismerésében, akik számítanak nekünk. Az elmélet azért is lett híres, mert egy időben maga az identitás, tehát ahogy az imént említettem, ki vagyok én, mi vagyok a világban, fogalma, hova tovább már a személyiség szinonimájává vált, hiszen olyannyira jelenti a létezésünknek egy olyan eszenciáját, amit mondjuk ez az elmélet is hivatott megfogalmazni. És amikor arról beszélünk, hogy minden életkornak megvan a maga feladata, megoldandó feladata, akkor nevezzük ezt néven. Erikson azt mondja erre, hogy az egyedfejlődés az nem más, mint fejlődési krízisek sorozata. Ha ezt így nyomatékosabban fogalmazom meg, akkor úgy is fogalmazhatok, hogy az egyedfejlődés nem lehet megúszni. Vagyis, hogy megoldandó életkrízisek, életfeladat krízisek azok, amelyeken végigmegyünk, ideális esetben úgy, hogy mindig ezeknek a krízis dimenzióknak a pozitívabb teljesítményét vagyunk képesek a magunk számára kiharcolni. Megküzdeni érte, hogy meg tudjuk élni saját magunk alkalmasinti sikerét abban a közegben, amit az imént a meghatározásban úgy fogalmazott meg, hogy is biztosak vagyunk azok elismerésében, akik számítanak nekünk. Mi az a feladat, ami az idősödő ember számára életfeladat? Itt csak a három utolsót vettem ki az egész elméletből, majd egy képet még mutatok az egészről, hiszen az egésznek valami gyönyörűségesen szép íve van. Hát például a fiatal felnőttkor megoldandó fejlődési krízise, annak eldöntése, hogy az intimitást választja kapcsolataiban, tehát a partner kapcsolatot, a párkapcsolatot, vagy az izolációt. Ugye ez egy nagyon széles dimenzió, és nyilvánvaló dolog az, hogy miközben keressük társunkat, keressük a párunkat, ebben vannak visszaesések, vannak előrébb jutások, de a fő cél, a fő csapás az ugye mégiscsak az, hogy abba az irányba megyünk, hogy a kapcsolatainknak meglegyen az a, hát inkább hosszabb, mint rövidebb időre való állandósága, aminek az alapvető én erejét a kék nyilaknál úgy látjuk, hogy az alapvető én erő az a szeretet és a szerelem. És hogy így megyünk tovább, majd a következő, a felnőtt korra, ugye, ami egyre szélesebb lesz, mint ahogy az imént láttuk, és ennek pedig a megoldandó élet feladata az az alkotóképesség, vagy a stagnálás. Ez is olyan problematika, amit számtalanszor megélünk. Tehát, hogy nem arról szól maga az elmélet, hogy az alkotó képesség, akkor gyakorlatilag ilyen napi 24 órán keresztül történő alkotás, szó nincs ilyesmiről, mindannyiunk életében vannak alkalmasint, kisebb vagy nagyobb visszaesések. A fő irány azonban mégiscsak az, hogy keressük a lehetőséget arra, hogy hogyan és mi módon tudjuk kibontakoztatni képességeinket. Ezek a képességek nagyon sokfélek lehetnek, hiszen azt látjuk mellette, hogy a közös háztartás és a munka megosztás, tehát a szószoros értelmében a napi együttélésnek a feladatai ezek, és ott van mellette a gondoskodásnak egy sokkal tágabb értelmű értelme, mint alapvető én erők, és hogy az egésznek természetesen van egy olyan következménye is, hogyha még tovább megyünk ezen az ábrán, hogy az oktatás és hagyományozás. Ez nem egy iskolai oktatás akar lenni természetesen, hanem sokkal inkább az, amikor elmondjuk a gyerekeinknek, hogy mit miért gondolunk fontosnak és jónak és követendőnek,
Erről pedig azt gondolom, hogy valamennyien egyetértetünk azzal, hogy a rendnek valamilyen szintű bizonyosságnak vagy biztonságnak az ember életében alapvető fontossága lesz. Amikor átmegyünk a 7.-ből a 8. szakaszra, amit az utolsó során lehet látni ennek az ábrának, tehát az időskor, amiről most is beszélünk, ugye, hogy egyre hosszabb ideig fog majd kitolódni, remélhetőleg kisebb problémákkal, ami jelenti az integritást, jelenti azt, hogy tulajdonképpen az alapvető énerőknek a szummázata, az eszenciája az a bölcsesség. De nem feledkezhetünk meg persze, ott van mellette a központi patológia is, tehát hogy szó nincs arról, hogy itt csak kizárólag valamiféle ilyen hurrá optimista fejlődési utak képzelhetőek el, sajnos ez nem így van, mert hát ott van minden életkori szakasznak egy olyan patológiája, jelen esetben az időskorra, amit nem a bölcsesség fog megjeleníteni, hanem sokkal inkább az idős ember gőgje. Meg lehet a meg nem értettség miatt. Na itt van az egész ábra, amire hát nyilván nem fogunk kitérni, de remélhetőleg valamennyiüknek sikerült felkelteni az érdeklődését arra, hogy ezt a maga nemében páratlan elméletet egy kicsit így olvasgatja, magyarul is lehet olvasni róla sokat. Nézzük csak meg például azt a mottót, amit így a felnőttkor vége, az időskor elejére ajánl nekünk, arra a kérdésre, hogy ki is vagyok, mi is vagyok a világban, azt mondja, hogy az vagyok, amit remélek, és amilyen reményt tudok nyújtani. Az utódaimnak, a gyerekeimnek, az emberi élet mienségéről, micsodaságáról, és természetesen nem csak a gyerekeinknek, hanem az unokáinknak is. Nézzünk néhány olyan egyensúlyteremtési feladatot, ami kifejezetten ebben a korban nevezhető korspecifikusnak. Nem mindegyikre tudok kitérni az idő rövidsége miatt, egy azonban biztos, ha csak annyit említünk meg, hogy a fiatalság, öregség egyensúlyteremtésében pontosan ez az 50 év, az a forduló pont 50, talán most már egy kicsit hosszabb, ahogyan hosszabb ideig vagyunk, vagy van lehetőségünk élni, amikor az ember úgy el tud azon gondolkodni, hogy tudok már visszafelé is nézni, rengeteg sok retrospektív, tehát visszatekintő tapasztalatom van, lehet úgy is felfogni, hogy fölértem a csúcsra, egy szimbolikus hegycsúcsra, és megnézem, hogy honnan jöttem föl idáig, hogy mi az, ami keresztül verekedtem magamat ugye ezen a sötét erdőn, mint ahogyan a mesék is szokták volt mondani, és mi az, amit képes voltam a magam számára megteremteni. Fölértem a csúcsra, nagy levegőt vettem, és most nézek előre, nézek a másik irányba, hogy vajon mi az, ami még vár rám. A fiatalság, öregség problematikája nem egy egyszerű dolog. Kétségkívül igaz az, hogy már nem tudjuk olyan gyorsan lefutni azt a 100 métert, kétségkívül igaz az, hogy akkor, amikor tekerjük otthon a szobabiciklit, akkor ugyanahhoz a teljesítményhez kilométerben, vagy mondjuk kalóriában már talán hosszabb idő kell. Tehát ezekre az ember oda fog figyelni, nyilvánvaló, és észleli azt, hogy hogyan, mi módon lehetne még alkalmasint a teljesítményt megőrizni, vagy milyen esetleg új megoldást keres a továbbiakban. Aztán ott van az alkotásnak és a rombolásnak az egyensúlyteremtése. Mindenki megérte, talán részese is volt, akár egyiknek, akár a másiknak, az irigykedésnek, az intrikának, hogy hogyan és mi módon gátolták az ő előrejutását, vagy esetleg gátolta ő valaki másnak az előrejutását. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan egyensúlyteremtési feladatok, amelyek nem kevés, élményen túl, vagy tudomásul vételen túl, inkább élményt az önismeretünk számára is nagyon fontos tapasztalatokat jelenítenek meg. És mivel ugye Ericssonban gondolkodunk, tehát tulajdonképpen itt egy ilyen fejlődési krízis állapotáról van szó, ezeken a kérdéseken végig kell menjünk, tehát ezeket sem tudjuk megúszni, úgymond. Amiről szeretnék itt most szólni, talán egy kicsit részletesebben, a kötődés és az eloldódás. Ugye akkor, hogyha azt a szokványos életutat követjük, hogy házasságot kötünk,
megteremtjük a családnak vagy a párnak az egzisztenciáját, gyerekeink lesznek. Egy idővel el kell fogadjuk azt, hogy bizony a gyerekek majd leválnak tőlünk, tehát az eloldódás szükségességét tudomásul kell venni. Nem egy könnyű dolog, ugye arról szólnak a tapasztalataink, hogy minél jobban kapaszkodnak a gyerekek, akkor amikor kisebbek, szoktuk ezt így is mondani, hogy annál jobban fognak lerúgni rólunk. Amit bizony nagyon nehéz megélni, megérteni, elfogadni, már pedig meg kell értsük, el kell fogadjuk, és támogatni kell az ő függetlenedési törekvésünket, mert hogy kétségkívül igazából ez lesz majd az ő önállóvá válásuknak az igazi feltétele. Amikor én még a gyerekideggondozóban dolgoztam néhány évtizeddel ezelőtt, csak egy példát szeretnék szólni erre, amikor szülők azzal jöttek, egy-egy gyerekük, kiskamasz problémájuk, vagy éppen annak közepén levő gyerekük kapcsán, hogy ó, mi mindig nagyon, mi megúsztuk ezt a serdülőkort nálunk, semmiféle különösebb probléma ezzel kapcsolatban nem volt, na akkor kezdtünk mi attól félni, hogy hát azért ez nem biztos, hogy így jól van. Van ennek egy másik része is, amit azt gondolom, hogy nagyon gyakran megteszünk, és talán kisebb rossz érzéssel, amikor a félve őrzött tárgyaink között elkezdünk válogatni, és az emlékeink között elkezdünk kotorászni, hogy kell ez még nekem, egy régi fénykép, esetleg egy elsárgult képeslap, esetleg valamilyen ajándék, tárgy, amit hosszú éveken keresztül őrizgettük, fújjuk le róla a port, amikor már úgy látszik, hogy alig látszik ki belőle. Tehát amikor így tulajdonképpen így tudomásul vesszük azt, hogy bizonyos dolgokat most már el kell engedni. Olyasmi ez szegről végről, de hát itt most saját magunkról van szó persze, mint egy ilyen tavaszi vagy őszi nagy takarítás, amikor olyan sok mindent kidobálunk, amikor a ruhásszekrényből is kidobunk egy csomó korábban olyan kedvesnek gondolt ruhadarabot, ami már kopott is egy kicsit, meg már ki is nyúlott egy kicsit, de azért valamiért úgy ragaszkodunk hozzá. Mert például kaptuk valakitől karácsonyra, kaptam a feleségemtől karácsonyra, vagy a gyerekeimtől kaptam. Na ilyesmiről gondolom, hogy érdemes itt a kötődés, eloldódás dimenzióján elgondolkodni, de akkor persze, amikor majd így a nyugdíj felé közelítünk, akkor a hivatásunktól való oldódás is egy nagyon fontos feladat lesz számunkra, amikor majd váltunk egy másfajta feladatra, lehetőségre, inkább lehetőségként fogalmaznám én meg, például a nagyszülőségre, hogy hogyan tudjuk megmutatni a gyerekeknek, hogy mindaz, amit az emberi világ nyújt számunkra, az mitől érdekes, hogy mitől jó. Egy gyerek, mondja Erikson, nem fog félni az élettől, hogyha azt látja a nagyszülőn, hogy ő pedig nem fog félni a haláltól. Ez egy nagyon súlyos mondat, amit így többször érdemes így kóstolgatni, mélyebb értelmi rétegeit, meg érzelmi rétegeit is föltárni. Egy biztos, hogy a külső dolgok fontossága csökken, és egyre inkább a belső világé fog majd megnövekedni a számunkra. Az egyensúly teremtés egy következő feladata még a férfiasságnak és a nőiességnek a dimenziója, amit ugye ott áthúztam, hogy ez a harc így hamarosan véget fog érni az életkorunk előre haladtával. Például leginkább azért, mert hogy ebben a bizonyos áthajlás korának a vége felé a férfiak is kezdik elfogadni a gyengeségeiket, meg a sebezhetőségüket. Meg hogy van bennük gyengétség iránti igény. Ha gyorsan mondhatok egy ilyen példát, hogy egy idősödő házaspár találkozik fiatal házaspárral, akik tolják a gyerekkocsit, és benne van a gyerekük. És akkor ugye többször megéljük ezt a jelenetet, hogy ilyenkor a fiatalasszony, meg mondjuk a mi feleségünk rögtön elkezdenek babusgatni, szabad ezt mondani, rögtön prittyögnek, hogy jaj, hát milyen aranyos, hát így meg úgy. Mi meg ott csak ott állunk ott és tipródunk, miközben bennünk is megvolna a vágy, de hát az valamiért ok miatt úgy éljük meg ebben a kulturális szerepbeosztásban, hogy ez nem különösebben férfias. Na hát aztán persze otthon már egészen másképpen néz ki a dolog,
mert hogy a gyengészség iránti igényeinket korábban a gyerekeinken, aztán később pedig az unokáinkon tudjuk kifejezni, és hát az unokák ezért roppant módon hálásak is tudnak lenni. Ugyanakkor gyengül a hatalomra való törekvésünk is, meg a racionalitás is. És van ennek egy másik oldala, hogy persze másfelől pedig a nők is kezdik felismerni és elfogadni, hogy bennük is vannak olyasfajta vágyak, vagy esetleg korábban nem kiélt képességek, jellemzők, ha lehet ezt így mondani, ami ilyen férfiasabbnak tűnik, ami határozottságot, ami racionalitásra, döntésre való képességről szól. Egy nagyon érdekes világban élünk most, szokták, többször is leírják azt, és megjelenik a szakirodalomban is, hogy a férfiak mintha kezdenének így elpuhulni, elgyengülni, a nők pedig kezdenek egyre harciasabbak és keményebbek lenni, hogy ebben a unisex világban hogyan egyenlítődnek ki funkciók. Biztos, hogy ennek majd sok-sok érdekes következménye lesz a későbbi életünk során, mert feltételezhetjük minden további nélkül, hogy így esetleg olyan érzések, élmények, netán képességek, amelyek korábban nem tartoztak bele az adott nem szerep repertoáriába, azok árnyaltabbá, finomabbá teszik majd, tehetik a kapcsolatainkat. Az öregkor szellemi szabadságára szeretnék a következőkben szólni, amennyiben például, és ezt én magam is megélem, hogy az idő átértelmezése és személyhez kötött átstruktúrálása hogyan és mi módon kezdődik el, hogy hogyan és mi módon éli meg az ember azt, hogy egyfelől az egy nagyon jó dolog, hogyha nagyon egyszerű példát fogok most hozzani, hogy nem kell minden nap olyan korán felkelni. Azért annak nagyon nagy értéke van, ugye korábban csak hétvégén volt erre mód, de itt most nem csak erről szól, hanem általában véve sokkal nagyobb idődimenziók átértelmezéséről is természetesen, még például az, hogy mi az, amit még meg tudok valósítani, hogy a hobbiaim és a meg nem valósított tendenciáimat hogyan tudom kibontakoztatni. Milyen érdekes volt megint csak a délelőtti rádió felvezetésben egy betelefonáló vagy beíró kérdezte, és többen is említették például, hogy a néprajz szakra milyen szívesen beiratkozna egy másik, vagy talán ugyanő, említette még a művészettörténetet is. Vagyis, hogy egyre nagyobb jelentősége lesz, és felismerjük az élettapasztalatunknak a hozadékán, gazdagságán, hogy valami egészen új dolog az, ami felé most oda vetítjük az érdeklődésünket. Mindannyiunkat arra biztatok csak, hogy az ilyesfajta hobbik és korábban meg nem valósított tendenciák kibontakoztatása érdekében tegyük meg a lehetőség szerint a legtöbb erőfeszítést. Ugye azok a hobbik, kreatív hobbik, mert hívhatjuk ezeket minden további nélkül kreatív hobbiknak, nem kell, hogy arra gondoljunk, hogy itt valami unikális és nagyon eredeti dolgot kell majd nekünk megvalósítani, adja Isten, hogy így legyen, de hát ismerjük az úgynevezett minicét, így hívja a szakma. A minicé például a kreativitásnak az a szintje, bármennyire is furcsának tűnik ebben a magasztosnak imponáló szövegben, hogy ki tudja a baráti körben a legjobb lecsót főzni. Ki tudja alkalmasint a halászléből előállítani azt, ami alkalmasint a legjobb lehet, és hogy ebből még talán haltatlan nagy versenyeket is lehetne létrehozni. Ez az egésznek egy elemi szintje, a dolog arról szól, hogy attól létezünk, hogy valamit megpróbálunk kimunkálni, létrehozni, teremteni. Az öregkor másik szellemi szabadsága, és nem lebecsülendő, a társadalmi kötelezettségektől való megszabadulás. Már amennyiben azok terhesek. Nyilván a professzor úr számára, meg az én számomra is egyáltalán nem tűnik terhes társadalmi kötelezettségnek, hogy például ezekről a dolgokról beszéljünk, amit mi magunk is megélünk, mi több, és nagyon szívesen tesszük mindezt, mert hogy ebben valami módon meg tud jelenni a saját véleményünk. Talán sokkal inkább, mint korábban lett volna erre mód, amikor majd a külső érdekektől és elvárásoktól való függetlenedés, ahogyan mondja ez a sor,
és a saját vélemények kialakításának nagyobb lehetőségének az ajándékát megéljük, azt gondolom, hogy valamennyien majd arra gondolhatunk, hogy az öregség az nem egyfajta ilyen involúció, ilyen leépülés, hanem olyan új lehetőségeknek az élettartama, ideális esetben egyre hosszabb élettartama, ami hihetetlenül sok ajándékkal kecsegtetett bennünket, ha okosan tudunk élni vele. Nem beszélve az igazmondás megnövekedett lehetőségéről. Ugye lehetne erre azt is mondani, az nem olyan elegáns, hogy hát már nem kell annyit hazudni. Most már igazából megmondhatjuk a véleményünket. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. A normális öregedést azért tettem idézőjelbe, mert hogy a normális, azt olyan szokásosnak mondjuk, olyan átlagosnak talán inkább így lehet megfogalmazni, de sokkal inkább szeretnénk mi arra gondolni, hogy az öregedés az lehet a normálison túl sikeres. Tehát, hogy abban szerepe lehet egy személyes vitalitásnak, egyfajta ellenálló képességnek, egy olyan adaptív rugalmasságnak, ami lehetővé teszi azt, hogy olyan módon éljük meg saját magunk közvetlen környezetével való kapcsolatát, és a saját magunkkal való jó viszonyunkat, aminek az a végeredménye, az a kellemes érzés, amikor például elmegyünk egy nap haza, és arra gondolunk, hogy na mi jó történt velünk aznap, akkor fogunk tudni ilyen kis epizódot mondani a nap történetéből. Ha az a kérdés, hogy mitől vagyunk boldogok, akkor itt van erre egy olyan adat, ami nagyon sokan nem gondolnák, hogy az igaz lehet. Kérem szépen, nem a pénz az, amitől boldogok vagyunk. Miközben persze ez egy amerikai vizsgálat, és azt lehet látni, a boldogság index, az a vízszintes, amit mellette ilyen meredeken megy föl, az még az átlag fizetésnek az emelkedése, és ez egy nagyon tanulságos vizsgálat, mert arról szól, hogy kérem szépen, nem a pénz boldogít. Egy magyar vizsgálat azért ennél kicsit árnyaltabb, azt mondja, hogy de bizony, bizonyos mértékig a pénz is boldogít, csak az elvezet ahhoz, amit a pszichológiában mi úgy szoktunk megfogalmazni, és nagyon nem jó tendencia, hogy a létezésnek, a boldogságnak az a szintje, vagy megélt, hát valamilyen szintű teljesítmény az is, amit mi úgy szoktunk hívni, hogy nem attól létezel, nem az a létezésednek az eszenciája, hogy válsz valamivé, hogy az angol azt mondja, hogy a to be, hanem hogy to have, tehát hogy birtokolni valamit. Az meg ugye pénztől függ, és hogy körülvesszük magunkat rengeteg sok olyan média által egyébként folyamatosan felszínen tartott szükségletekkel, ami ugye hát sok pénzbe kell legyen, nekem Rolex órám, Gucci cipőm, városi terepjárom, nem tudom én micsodám, és amikor azt veszük észre, hogy már egyre több ilyen kütyűvel vesszük körül magunkat, hogy valami mégiscsak hiányzik, és az a valami, ami mégiscsak hiányzik, az nem biztos, hogy pénzzel vehető meg, hanem az a sokkal inkább valamiféle belső teljesítmény, ami lehetővé teszi inkább a létezésünknek azt a megélését, amit a to be-nek szoktunk nevezni, válni valamivé. Miközben ezeket a tárgyakat, amiket így gyűjtögetünk, azokat meg szoktuk úgy is mondani, hogy egóprotézis. Egy paradigma változás, amit most már így az előadásom vége felé szeretnék megemlíteni, a pszichológiában arról szól, hogy a pszichológia hosszú időn keresztül, tulajdonképpen ahogy Olá Attila tanár úr megfogalmazásában látjuk, az a szenvedés pszichológiája volt. Vagyis, hogy azzal foglalkozott, hogy különböző mentális betegségeket hogyan lehet kategorizálni, hogyan lehet ezeket gyógyítani. Közben aztán történt persze változás, mert az úgynevezett mentálhigiénés paradigma, az még majd azt fogja mondani, hogy mit tegyél annak érdekében, hogy ne legyél beteg, és közben pedig, ahogy jövünk a jelen felé, egyre inkább megjelenik majd az úgynevezett egészségpszichológia, amelyek majd azt fogja mondani, hogy mit tegyél annak érdekében, hogy egészséges maradjál. Vegyük észre ennek az ívét, hogy egyre nagyobb lesz majd a felelősségünk abban, hogy hogyan és mi módon kell éljünk, cselekedjünk annak érdekében, hogy megmaradjon egyfajta ilyen mentális egészségünk és boldogságunk, ami ugye itt a boldogság pszichológiájáról, vagy a pozitív pszichológiáról szól, abból szeretnék néhány dolgot még itt fölvázolni, hát a levő időben, mégpedig a jólét és a jól lét fogalmának a különbségével, ahol ez az utóbbi
a hangulatról és a boldogságról szól, hogy ez a well-beingnek ennek van társas, vannak környezeti, van gazdasági, pszichológiai, fizikai összetevője, természetes. Nem lehet anélkül az ember, nem élheti meg a jólétet, tehát a mentális jólétet, a pszichés jólétet, hogy annak a hátterében ne élhetné meg a testi jólétet. És ebben természetesen még mielőtt átesnénk a ló túloldalára, ebben a negatív érzelmeknek épp úgy van szerepe, hiszen azok a túlélés biztosítása érdekében jelennek meg az életünkben, míg a pozitív érzelmek pedig a növekedés feladatát fogják ellátni, és látjuk, ennek az aránya fogja majd megjeleníteni az úgynevezett pszichés jólétet. Kérem szépen, néhány olyan dolog végül, amit fölkínál nekünk lehetőségként a pozitív pszichológia, például a virágzás fogalmát, a jóságnak, az alkotásnak, a fejlődésnek a tudomásul vételét és az azért való küzdelmet, másfelől a boldogság teremtésnek a lehetőségét, a boldogság teremtésnek azt az élményét és lehetőségét, ami arról szól, hogy kérem szépen a hálaadás, az áhítat, a fizikai élvezet csak egy példával, hogy a wellness az egy életmód gyakorlatilag, ami nagyon sok mindenről szól, és ami a mi számunkra is lehetőség. Boldogok lehetünk attól, hogy pozitív élettapasztalataink vannak, és hogy azt látjuk ezen a képen, hogy kérem szépen az idős emberek azok sokkal inkább és több fixációs ponttal néznek egy olyan arcot, ami mosolygó arcot látunk, és kevésbé azt, amelyik vagy semleges, vagy negatív. Ugye egy arcot így szoktunk megnézni, itt fogom majd hamaros befejezni, amint látjuk, hogy fixációs pontok egymás után, aztán szakkádok, tehát ugrik a szem egyik fixációs pontról a másikra, ugye a két szem, és azt fogunk majd látni, hogy a száj által bezárt háromszög, az, ahol a legtöbb ilyen fixációs pont elhelyezkedik. Aztán persze később, amikor elmegyünk mondjuk a strandra vagy a vízpartra, akkor van lejjebb is egy ilyen háromszög, amit szoktunk nézegetni, de természetesen tisztán evolúciós okokból, azt ugye mondanom sem kell. Az intim kapcsolatok nagyon fontosak számunkra. Van egy fantasztikus előadás, egy Robert Waldinger nevezeti amerikai pszichiáter előadása a TED-en. 75 éven keresztül követtek nyomon 724 embert ebben a vizsgálatban, érdemes megnézni, és ennek a tapasztalata arról szól, hogy azok az emberek, akik 50 éves korukban voltak a legelégedettebbek kapcsolataikban, 80 évesen voltak a legegészségesebbek. Mivel perceim vannak csak vissza, itt megemlítem azt, hogy a család ebben alapvetően fontos védőháló, ami védelmet nyújt az egyén egészségének érdekében egyfelől, de másfelől láthatjuk ezt a halálozási statisztikákon is, hogy akik társas kapcsolatban érnek, azok szignifikánsan hosszabb ideig képesek élni, és a kielégítő szociális élet, a pozitív kapcsolatoknak az óriási jelentősége. Waldinger azt mondja, hogy az áthajlási korunk végén a munkatársainkat váltsuk át játszótársakra. Kérem szépen, a társas támogatás az ember számára egy alapvetően nagyon fontos dolog, ahol olyan szinkronizált tevékenységeket tudunk végezni, mint például a zene vagy a tánc. És hogy itt van például egy élő példa tavalyról, ugye ez még a járvány időszak előtt volt, amikor egy Guinness rekordot állítottak föl a Székesegyház előtt, ugye, és hogy a táncosoknak az összéletkora 20.500 volt, ami ebben egy nagyon lényeges dolog, és hogy miért hasznos ez, és a következő előadásnak tulajdonképpen egyfajta ilyen előrevetítése szeretném mondani, hogy a szürke állomány gyarapodást generálnak olyan szinkronizált tevékenységek, mint a tánc, és ez nem csak nekik jó, mint érzés, hanem ez azért is jó, mert hogy a kognitív funkcióinknak a megőrzését teszi lehetővé. Egy további példa lehet a pszichoneuroimmunológia egyik olyan eredménye, ami arról szól, hogy például a csoportos éneklés nagyobb immunglobulin A koncentrációt tud előidézni, és nem hinnék el, hogy akár 150, de akár 240%-os is lehet ez az emelkedés. Nem beszélve ennek a társas
zenei tevékenységnek a hangulatjavító hatásáról. Ezek mind, amiket most itt mondtam a végén, az előadásom végén, még a boldogság képletével, hogy kérem szépen az akarat ennek az előállításában, létrehozásában 40%-os hatótényező erőként jelenik meg, ez mind igazából előrevetíti majd a járvány utáni időszak lehetőségét. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelt professzor úr, nagyon szépen köszönjük. Minden részlete kiterjedő, életigénylő, bölcs előadásodat, ennek a pozitív hangulata remélem a nézőkre is hatással van. Ahogy ígértem, a kérdésekre is válaszolunk. Először is néhány hanghiba előfordult technikailag, ezt nekünk jelezték és kijavítottuk, ezért elnézésüket kérjük és köszönjük szépen, és remélem nem tartott sokáig. A kérdések közül az elsőt úgy fölteszem, hogy a kognitív képesség karbantartása fontos és tanulással megelőzhető. Erről volt szó, de az időskori demencia is megelőzhető a tanulással? Az annyit tudok erről a dolog, igen, késlelt megelőzni azt nem valószínű, hogy lehet, hogy késleltetni a kialakulását az egészen nagy valószínűséggel megjelenik a szakirodalomban, akár az Alzheimer-kor, akár az időskori elbutulás akkor, hogyha az ember rendszeresen karbantartja a kognitív képességeit, akkor az késleltethető. Itt nagyon egyszerű dolgokat szoktak emlegetni, mint például a keresztrejtvényfejtés, vagy ilyen szótalálási feladatok, az interneten rengeteg van, telefonra le lehet ezeket tölteni, naponta el lehet játszadozni ezekkel. Tehát a válasz az igen. Köszönöm szépen. Milyen korig érdemes a tanulás folyamatában részt venni? Ez egy nagyon egyszerű dolog, amíg élünk. Amíg élünk. Amíg élünk. Egyik nézőnk jelezte, hogy az idős otthonokban nem segítik az aktív életformát, nincsenek rendezvények, és a ápoló személyzet nem törekszik arra, hogy az idős emberek aktív cselekvéssel valahogyan a mindennapjaikat színesebbé tegyék, és ez a közös élmény, amiről te olyan sokat beszéltél, hogy mennyire fontos. Ez egy nagyon szomorú dolog, így van. Ez egy nagyon szomorú dolog. Valószínűleg ki kell találjunk olyan új szociális munka lehetőségeket és állás lehetőségeket, hogy tudják őket segíteni ezekben a tevékenységekben. Az én ötletem és javaslatom egyébként az, hogy egyetemisták akkor, amikor ráérnek, önkéntesként minden további nélkül, csinálják egyébként a mi pszichológia szakos hallgatóink is, önkéntesként elmennek. Hihetetlenül hálásak ezek az idős emberek, többnyire család nélkül maradtak, magányosak, egyedül maradtak, és hihetetlenül hálásak tudnak ezért lenni. Nem beszélve arról, hogy az az érzés, ami egy társas akció, bármilyen tevékenységnek a pozitív hangulati eredményével jár, az mindkét félben ennek a neurotranszmitter hátterét is megjeleníti. Jónak lenni jó, jónak ez az lenni. Önkéntesség, ez megszívlelendő, és a középiskolásokban is nem van is már beszélek, szervezett így formában, igen. Nem egy esetben ugye nagyszülői tiszteletet és szeretetet adhatják át Igen. A következő kérdés az úgy hangzik, hogy 80 éves vagyok, testileg, lelkileg semmi bajom nincsen, de féltem a gyerekeimet, hogy mi lesz velük, amikor én gyengébben leszek a későbbiekben. Hogyha a kedves nézőnk 80 éves, és teljesen jó állapotban van fizikailag és mentálisan, ez már önmagában olyan minta nyújtása, akár az ő gyerekének, akár az unokáinak, hogy az valami fantasztikus. Rímel arra, amit korábban Erikson kapcsán megemlítettem, hogy mi lesz akkor, erre nem tudunk választ adni. Egyértelmű választ adni. Remélhetőleg ez hosszú időn keresztül így marad. Ebben csak reménykedni tudunk. Abban lehet reménykedni, én abban reménykedem legalábbis, hogy életének utolsó nehéz szakaszát a szeretteinek a körében élheti meg. Ez lehet a reményünk, és ez egyébként példa lehet azok számára is, akár a gyerekek számára, akár az unokák számára is, hogy kérem szépen az emberi életnek, ha tetszik, ha nem, a lezárása az a halál.
és ma a halál az tabusítva van. Tehát az, aki beteg, aki az életének a végét járja, ha szabad ezt így mondani, talán nem túl tisztességes, most ez így hirtelen kicsúszott a számon, azt ugye el kell különíteni, azt el kell távolítani a családtól, miközben hát valamikor a szülők és nagyszülők azok otthon haltak meg a szeretteik között. Na ez nem így van, és ez nem biztos, hogy jól van így. A következő nézői kérdés az úgy szól, hogy nagyszüleimet ápolom, és nem tudom őket kimozdítani a hétköznapi szürkeségből, nem tudom őket aktivizálni, nem tudom rábírni őket arra, hogy ne csak a megszokott, unalmas hétköznapjaikat éljék, hanem keressenek sikerélményeket maguknak, uh-huh. meg elfoglaltságokat. Erről nagyon hirtelen az ugrott be, hogy hát kislépések stratégiáját lehet itt követni, attól függ, hogy milyen körülmények között élnek. Ha csak ki lehet menni mondjuk egy kertbe, akkor azért a kertbe sok mindent meg lehet csinálni, de nem menjünk ki a kertbe. Csak játszunk, például kártyázzunk. A legváltozatosabb kártyajátékokat elő lehet venni, a legváltozatosabb társasjátékokat elő lehet venni. A társasjáték az egy olyan lehetőség, ami a sikerélménynek talán az egyik legegyszerűbb formája. Minden további nélkül lehet nagyszülő-unoka viszonylatban ezeket játszani, vagy nagyszülő és gyerek viszonylatban. Ahhoz, hogy ki tudja mozdítani, én azt gondolom, hogy ahhoz neki is egy kicsit talán nagyobb aktivitása kellene, hogy legyen, vagy keresni azokat a lehetőségeket, amelyek abban a konkrét helyzetben, ahol ő úgy éli meg, hogy a hétköznapi rutinból nehezen lehet őket kimozdítani, hogy mi lehet az a kis lépés, amivel ezt meg lehetne tenni. Beleültetem őket az autóba, és elviszem a hegybe, körülnézünk. A sikerélményt én is fölírtam magamnak, és örülök, hogy említetted. Ez egy relatív fogalom, ugye az ember aktív életszakaszában hegyeket mozdít meg, igen. és sikerélménynek könyveli el. Később nyilván fél hegyeket mozgat meg, uh-huh. vagy csak dombokat, de ezt kellőképpen tudatosítani kell, és talán az egyik legfontosabb, hogy az ember szeresse önmagát. Ez így igaz. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy a környezetével úgy fogadtassa el ezt az állapotot, hogy ők is szeretni tudják, és ne csak állandóan azt a rosszat hallja, ami nem sikerült, hogy nem volt jó az ebéd, hogy nem volt jó a tévéműsor, hogy már megint ez meg az meg nem sikerült, hanem valahogyan mindenkinek pozitívan kell fölfogni az önmagával szemben támasztott igényeket is, a környezetében is észrevenni azt, ami a jó, mm-hmm. és nem túlhangsúlyozni sem a rosszat, sem a jót. Ehhez egy egészséges lelkület és egy támogató közeg is kell. Miben tud a mai magyar társadalom, különösen ebben a feszültségteli világban, amikor most a második hulláma következik a Covidnak, hogy az emberek egymás közti kapcsolatrendszerére mire figyeljenek oda fokozottabban, hogy gördülékeny, harmonikus legyen az élet? Hát az, amit igazából a járványnak a megelőzése vagy további eszkalálódása kapcsán szoktak említeni, jelesül, hogy vigyázzunk a megfertőződésnek a fenyegető veszélyével. Magyarán, hogy használjunk maszkot, meg gyakran mosson kezet, meg én nem tudom én mi minden lehet még elkövetni. Én azért azt gondolom, hogy a karantén időszakában meg voltunk kénytelenek tanulni azt, hogy mondjuk például az internetes eszközök hogyan és mi módon segíthetnek nekünk. Nem csak a gyerekek tudnak alkalmasint az internetes játékokkal játszani, hanem el tudom én azt képzelni idősebb embereknél is. Meg kell őket erre tanítani. Ott is lehet kártyázni, lehet csetelni, lehet, én nem tudom én hányféle olyan tevékenységet találni, aminek a segítségével ez lehetséges. De láttam én olyan felvételt, és éppen a Pécsi Egyetem csinált egy ilyesmit, az egyetem hangja. Ha még emlékszel rá, igen. ott például lehetett látni azt, meg utána volt még a karanténnak éppen a közepén egy olyan felvétel, gyönyörű szép dolog volt, amikor egyetlen egy képen láttuk, minden résztvevő otthon énekelt, és az egész mégis egy technikai megoldással egy közös produkcióként jelent meg. Tehát, hogy
az ötletek száma végtelen. Amit a társadalom sugall, most így az öregek kapcsán, az egy nagyon pozitív dolog, hogy vigyázzunk rájuk. De ez csak az első lépés, mert itt nem csak arról kell szóljon a dolog, hogy vigyázzunk rájuk, hanem arról is, hogy hogyan és mi módon lehet őket újabb aktivitásba bevonni. Minden további el tudnám képzelni például azt, hogy vendég a háznál van egy ilyen sorozat, a Kossuth Rádióban ott leginkább gyerekekről van szó, nagy alkalmasint lehetne olyasmi, és ez a műsor, kicsit mindig lecsúszik ez rólam, hogy hát hogyan lehet például a nagyszülőket bevonni alkalmasint, vagy nagyszülő korosztályát közös aktivitásokba. Ezeket ki kell találjuk. Tehát, hogy erre nincsen eddig, nem volt rutinunk. Most, hogy azt látjuk, hogy az életkorunk egyre inkább kitolódik, és ugye nyilvánvalóan nem lehet az mindegy senki számára sem az idős ember számára, sem az ő családja számára, tágabb értelemben a társadalom számára sem, hogy az öreg ember gyakorlatilag ül otthon, magába roskadva és várja a halált, már bocsánat, vagy pedig olyan szinten van beosztva az élete aktivitásokkal, ezek apró kis picike dolgok. A apró kis pici dolog, amelyiknek lehet örülni valamiért, amelyek ki tudják billenteni. Igen, szemem előtt van egy kép, a képen egy nagymama van, ül egy hotelben, előtte a kanapén négy unoka, és mind a négy unoka így ül és nyomkodja a mobiltelefonját. Uh-huh. Ugye a függőség, az internettől való függőség, a játékfüggőség állítólag kihatással van a strukturális fejlődésére is az agynak. Ez így igaz. Erről egy pár szót, ha szólnál, akkor... Ez úgy igaz, hogy a saját fiatal kollégáim a Pszichológiai Intézetben végeztek egy olyan kutatást, ami pontosan erről szólt, hogy kérdőívvel magukat játékfüggőnek minősítő és kontrollcsoportot vittek be a szkennerbe, tehát fmri-be, fmri vizsgálat volt, és bizony azt látták, hogy bizonyos területeken megváltozott a kérgi és a kéreg alatti képleteknek az aktivitása. Tehát ez gyakorlatilag strukturális és, ahogy említetted, funkcionális változással jár együtt. Vagyis a szószoros értelmében úgy függés, hogy az gyakorlatilag aztán egy idő után alapvetően meghatározza az illető vágyott cselekedeteit. Professzor úr, nagyon szépen köszönjük az előadást. Önökhöz fordulok, kedves nézőink. Néhány nap múlva a YouTube-on megnézhetik ismételten ezt az előadást, illetve ajánlhatják ismerőseik, barátaik figyelmébe, hogyha elnyerte a tetszésüket. Kérem, kövessék a Facebook oldalunkat, ahol aktuálisan újabb ismeretekkel fogjuk Önöket ellátni. A következő előadásunkban Tóth Miklós professzor úr az időskori aktivitás jelentőségéről fog beszélni. Ez jövő héten, szeptember 28-án 17 órakor lesz, és kérjük, hogy fogadják szeretettel kezdeményezésünket, legyenek segítő társaink és észrevételeikkel, járuljanak hozzá ahhoz, hogy műsorunk tovább javuljon, remélhetőleg a nagy érdeklődés az változatlan lesz az Önök részéről. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak bennünket. A viszontlátásra. Viszontlátásra.